Köszöntjük kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Az év első hetében Szikszó város polgármesterénél jártunk, aki néhány mondatban összegezte a tavalyi, nagyon eredményes esztendőt és beavatott minket az idei év célkitűzéseibe is. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szikszó TV nézőit. Mindenkinek kívánok egy nagyon gazdag, sikeres, boldog új esztendőt. Azt hiszem, hogy ha egy picit összefoglaljuk az elmúlt évet, akkor azt el kell mondani, hogy az elmúlt év a város történetének egyik legdinamikusabb esztendeje. Remélem, hogy ezt a kedves nézők is így ítélik meg. Nagyon sok mindent sikerült elérnünk, sok tervünket tudtunk megvalósítani, és hát természetesen 2019 pedig arról szólna, hogy ezeket a fejlesztéseket a jövőben tovább folytatnánk, illetve hát új célokat, új irányvonalakat próbálnánk megfogalmazni, illetve megvalósítani. Ami számunkra mindenféleképpen fontos, sikerült az iskolákat olyan rendszerbe vezérelni, hogy az egyház, illetve az állami fenntartás biztosítja a fiataljainknak, a gyerekeinknek a magas szintű képzését, és hát természetesen ez alapja annak, hogy az ide betelepülő új beruházások majd szikszói dolgozókat, jól képzett szikszói fiatalokat fognak alkalmazni. Azt hiszem, ez volt a legfontosabb célunk, ez volt az a terv, az az álom, amiről nagyon-nagyon régen beszélgettünk, és hát hál' Istennek ezt sikerült megvalósítani, nagyon jó a megítélése a szikszói iskoláknak. Remélem, hogy a szikszói gyerekek mindenüvel viszik a településnek a jó hírét, és amikor az iskolákat elvégzik, akkor pedig Szikszóra fognak tudni visszajönni dolgozni. Aki figyelte az egész évi híradásainkat, az látja, hogy nem csak a Hell, a Quality Pak, az Angel, hanem hála Istennek most már egyre több olyan vállalkozás érkezik Szikszóra, amely szintén új munkahelyeket fog teremteni, új megélhetési formákat fog biztosítani. Ehhez természetesen nyitottak vagyunk a jövőben is, nagyon sok tárgyalást folytatunk arról, hogy hogyan lehetne még több beruházót, még több vendéget idehozni. Hála Istennek, Szikszónak nagyon jó a hírneve. Akik ide jönnek, olyan szájízzel távoznak, hogy a szikszói emberektől nagyon sok kedvességet kapnak és szívesen települnek ide, illetve akik csak vendégségbe jönnek, akik csak megnézik a települést, azok azt tudják mondani, hogy egy nagyon szépen kulturáltan fejlődő település vagyunk, és hát ehhez még nagyon sokat fog hozzátenni az autópálya megépítése, amely szinte teljes egészében beköti a Magyarország, illetve az európai vérkeringésbe a települést. És hát ez jelenti azt, hogy egy picit jobban fogunk élni 2019-ben, egy kicsit gazdagabbak leszünk, többet fog elhangzani Szikszónak a neve, amire természetesen mindig büszkék vagyunk, hiszen a szikszói üdítőitalok azért már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is megtalálhatók, és hát én azt hiszem, hogy valamennyinknek megdobog a szíve, amikor azt érezzük, hogy a település nevét, a település hírnevét a világ sok-sok országába el tudják juttatni. Ehhez kívánok a szikszói polgároknak nagyon jó erőt, egészséget, és hát nagyon sok sikert, és remélem, hogy sokszor tudunk majd büszkék lenni 2019-ben is Szikszóra. A tavalyi év is rengeteg program lehetőséget kínált a szikszói és környékbeli lakosság számára. Stábunk a város legfontosabb eseményeiről készített összefoglalóját tekinthetik meg most. Thank you.
Rekordmennyiségű bogrács rotyogott a szikszói uszoda udvarán május 1-én. A város lakossága még éppen csak ébredezett, amikor már javában főttek az ízletes ételek, így mire 12-t ütött az óra, már kellemes illatok lengték be a környéket. A főzőverseny résztvevőinek nem volt könnyű dolga, hiszen az étkek ízvilága mellett idén a tálalásra és a vendégek fogadására is nagyon oda kellett figyelniük. A nyárias hőséget olykor-olykor kellemes szellő tompította kissé, és persze hűvös fagylaltot is majszolhattak a látogatók. Az édes szájúaknak kedvezett a minifánkos bódé fiatal csapata és a vatta cukorárus, de lángossal is szelidíthették gyomruk korgását, kicsik és nagyok egyaránt. A fiatalok körében ismét nagy sikert aratott a buborékfoci, a legkisebbek pedig az ugrálóvárban mulatták az időt. Szikszó város önkormányzata és a Szikszói Városi Intézmény Működtető Központ és Könyvtári már 7. alkalommal szervezi meg a Szikszó Majálist. Így van ez a mai napon is, 2018. május 1-én a Szikszói Városi Uszoda udvarán több mint 22 csapat nevezett be a főzőversenyre, ami reggel 9 órakor kezdődött, ami mostanáig is tart, és most a hátam mögött éppen a zsűri járja végig a főző csapatokat, és kóstolja és értékeli a főző csapatok teljes az idén nem csak az ételek ízét, hanem a fogadtatást, a terítést is pontozzák. Egy órától elkezdődött a kulturális programunk a nagyszínpadon, ahol is fellépnek az általános iskola, mindkét iskola, városi óvoda, betáni óvoda, népdalkörök, a nyugdíjas körök és a rock'n'roll is, és délután 15 órától eredményhirdetést tartunk, a főzőverseny eredményhirdetését, majd 3:30-kor egy kerozin koncerten zárjuk ezt a napot. A nap érdekessége még az, hogy ezen a napon, akik a főzőversenyen részt vettek, mindenki kapott egy tombola szelvényt, és a koncert után kisorsolunk egy nagyértékű kerékpárt, ez egy különleges része a mai napnak. A mai napon lehet itt arcot festeni a gyerekeknek, ugrálóvár, régvár, édesség, vattacukor, fagylalt, nagyon sok minden várja az ide látogató családokat. Közel 70 főre főztünk lucskos káposztát, és egy fánkszerű sütemény lesz a második, aminek Hamvas Rózsa a fantázia neve. A tálalás az nagyon meg lett szervezve, egy kis virág, egy kis különleges tálkák. Most 20-an vagyunk, akik segítkeztek a főzésnél, de majd jönnek a többiek is az ebédre. Legényfogó leves, meg egy ukrán étel, a pacsek. Ezt 2 évvel ezelőtt a sógornőm csinálta meg otthon, és akkor hozott egy kis kóstolót, és akkor ezzel az étellel készültünk. Ez darált húst kell olajon megpirítani, befűszerezni, és egy különleges tésztát kell csinálni, ami kefir, vaj, tojás, liszt kell bele, és jó lágyan kinyújtani, és akkor ezt a darált húst beletölteni, olajba kisütni, és akkor kell hozzá egy ilyen mártás, tejfeles mártás, mustár bele egy kicsi. Minden különleges fűszer van benne, de azt nem máruljuk el. A zsűrinek, mint mindig, most is nehéz dolga volt. A végére rájöttünk, hogy még attól is nehezebb, mint ahogy elképzeltük. És ezért köszönet Endrei Judit vendégművészünknek, szárvendégünknek, aki végig vitte becsülettel ezt a kóstolást, és azért egész erős tempót diktált a zsűrinek is. A szempontok a következők voltak. Ugye az ételnek a megválogatása, ami a kültéri viszonyokhoz azért általában a főzőversenyre való étel legyen. A második szempont az íze, a külleme, esztétikailag milyen képet nyújt ugye az az étel, majd pedig a fogadtatás, a kínálás, aztán a hozzávalóknak a kifaggatása. Azért ez most nagyon magas színvonalon ment, mert Endrei Judit kifaggatta a főzőket, a versenyzőket, hogy mitől pikánsabb az ételük, mitől finomabb, mitől van ilyen jellegzetes íze. A legjobb és a legautentikusabb volt ma, és első díjat kapott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
megosztva a kosárfonó szövő csapattal, ami a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak egy kölyök csapata, és közfoglalkoztatás keretében szőnyeget szőnek és kosarat fonnak. Tehát ők összefogtak, és valami finom töltött káposztát és töltött paprikát főztek, ilyen elegy-velegyet, egy nagy üstel, mert sokan voltak, és kézzel töltött kolbászt készítettek a helyszínen, azt sütötték meg. Tehát ilyen jó kis roma pecsenye, nagyon finom volt, nagyon ízletes volt, és dicséretükre legyen mondva, nagyon szépen tálalták fel az ő kultúrájukat ide behozva, és most láthattuk, hogy a roma kultúra is nagyon sok értegességet tartogat a számunkra. Van még mit tanulnunk. Ez az! Itten volt töltött káposzta, hagyományos cigány töltött káposzta, ott volt benne kelkáposzta, az a töltött káposzta, akkor savanyú káposzta, füstölt hús, paprika, tehát ez egy ilyen romás egyveleg volt, meg aztán saját készítésű kolbászt csináltunk itt a helyszínen, azt grilleztük, és hagyományosan romákhoz illően sütöttünk hozzá vakarót is. A vakaró hát az a nagyon egyszerű, az víz kell hozzá, liszt, pezsgő, szóda bikarbóna magyarul, de mi most kicsit felturbóztuk, mert tettünk bele egy kis tejfölt is, hogy jobb ízzel legyen, lágyabb legyen az állaga a tésztának. A csapatunk az, hát az összetevődött, azt mondja, 8-8 fő volt, aki segítkezett, mondjuk a kemény mag, mondjuk én meg a családom, az egész éjszaka csinálta a káposztát, 1 órakor végeztünk a betöltésekkel, és itt már 7 órakor oda tettük, hogy időbe kész legyen. A nyeremény, hát egy nagyon szép ilyen grillsütőt kaptunk, gázos, ennek nagyon örülünk, hát nagyon nagy hasznát fogjuk ennek venni, mert szeretünk főzni, meg szeretünk enni, látni rajtunk, úgyhogy nagyon örülünk neki, és nagy megtiszteltés is, hogy az éven sikerült. Hát minden éven el szoktunk jönni a főzőversenyre, most az éven nagyon akartuk, és hál' Istennek sikerült, és köszönöm mindenkinek, aki megkóstolta az ételünket, mert sokan megkóstolták. A vakaronk az már elfogyott 1 órával ezelőtt, a lányok nem győzték gyúrni. Azok sem maradtak le semmiről, akik csak ebéd után látogattak ki az uszoda udvarára, hiszen délután 1 órától vették birtokba a színpadot a nap fellépői. A hagyományokhoz híven minden korosztály kivette a részét a kulturális műsorban, hiszen a város nevelési és oktatási intézményeinek gyermekei mind-mind vidám és szórakoztató produkcióval készültek. A helyi egyházi kórusok is különleges műsorral érkeztek, a Hajnalcsillag ifjúsági kórustól például olyan dalt is hallhatott a közönség, amely most debütált a nagy nyilvánosság előtt. A szikszói harangvirág dalkör tagjai gyönyörű színekben pompázó ruhát és régi nótákat választottak fellépésükhöz. A rúgóláb akrobatikus rock and roll csoport pedig a szokásos, látványos és dinamikus bemutatójával érkezett. Meglestük az osztályfőt.
mai főzőverseny érdekessége, hogy a zsűri elnöke tulajdonképpen a méltán híres Endrei Judit, akivel nagyon jó barátságot ápol Szikszóváros önkormányzata, és erre a napra meghívta őt, meghívtuk ide, hogy ő legyen a főzőverseny zsűriének az elnöke. A kérésünket azonnal boldogan elfogadta, meg is érkezett, és zsűriz. Itt rögtön az első pillanattól azt éreztem, hogy itt egy jó kis közösség van, persze minden asztalnál is minden csapat őrzi a maga világát, vagy a maga kis birtokát, de azért rögtön érezhető az, hogy itt jól együtt vannak az emberek, és szerintem ez főleg a mai világban ez nagyon fontos, hogy ne szétválasszunk, hanem inkább összekössünk. Szikszón én tavaly ősszel voltam életemben először, illetve valószínűleg autóztam itt át, hiszen sokszor és sokfelé járom én az országot, de akkor a könyvtárba meghívtak engem egy könyv bemutatóra, hiszen ha valaki nem tudja most a nézők közül, én könyvek kiadásával, írásával is foglalkozom a tévé utáni életemben. És ott éppen valahogy így a nagy közönség előtt nem panaszkodtam, csak elhangzott tőlem, hogy volt egy reményem, hogy könyvet fogok írni valamiről, és hát ez nem jön össze támogatás hiány. És akkor a polgármester úr ott ült az első sorban, és akkor még ilyen viccesen azt mondta, hogy hát írjon Szikszóról könyvet. És akkor én azt mondtam, jó, hát szaván fogom a polgármester urat. Na, ezzel indult el, hogy aztán komolyabban beszélgettünk arról, hogy Szikszóról egy szép, képes, tartalmas könyvet írni, én ehhez abszolút partner vagyok, úgyhogy tulajdonképpen most kezdem el én magam is a munkát, anyaggyűjtéssel, úgyhogy éppen most beszéltük meg, hogy hónap végén jövök, interjúalanyokkal találkozom, és bízom benne, hogy jövő ilyenkor már a kezünkben tartjuk a szép Szikszó könyvet. Az én alap gondolatom az, hogy akik itt megszólalnak, én mit kaptam Szikszótól, és én mit adok vissza Szikszónak. Tehát e körül persze lesznek benne, most itt állunk emellett a gyönyörű templom mellett, tehát szóval bízom benne, hogy egy jó fotósa lesz a könyvnek, és akkor rengeteg, hiszen itt annyi szép, rejtett szépség van Szikszón, meg a környező tájat is néztem ezekkel a lankákkal, ugye itt a Zemplénnek a nyúlványai, sok szép kép lesz ebben a könyvben, de azt szeretném, valahogy én azt érzem, hogy az, aki akár nem szikszói, hanem az ország más táján élő, valahogy azt érezze meg, hogy itt jó élni. Valószínűleg ez a barátság Szikszó iránt, vagy Szikszóval nem erre az egy-két évre szól, míg ez a könyv megszületik, hanem szerintem most már Szikszó a szívembe került, és onnan kikerülni nagyon nehéz. Ringer István tárogató művész előadásával vette kezdetét az államalapítás ünnepe Szikszóvárosában. A római katolikus templom előtti téren fehér székek várták a kilátogató embereket az ökumenikus istentiszteletre. Magyarok fénye, ország reménye, légy áldott Szent István király! A magyar szentek közül nagyon kevés olyan szent van, akit a világegyház is megünnepel. Árpádházi Szent Erzsébetet tudnám még említeni, de Szent István királynak augusztus 16-án van a világegyház ünnepe. Ami azt jelenti, hogy nem csak a külföldön élő magyarok ünneplik meg ekkor, hanem a világ minden részén élő keresztény emberek. Az egész világ tud Szent István királyról. Tud arról a fordulatról, amellyel a beszédemet kezdtem, hogy Szent István annak idején milyen csodálkozást váltott ki az európai vezetők között. Hogyan eszméltek rá arra, hogy hát itt Szent István király valami egészen másat tesz, mint amit eddig tudtunk a magyarokról. Szent István király öntudatot, bizalmat,
erőt adott az akkori magyar embereknek, és valahol én azt gondolom, ez tovább él és tovább hat a mi lelkünkben. A szokásoknak megfelelően a mise után szentelték meg az új kenyeret, amelyből a képviselőtestület tagjai kínálták a vendégeket, miközben Kovács Gábor operaénekes előadásában Erkel Ferenc Bang Bang című operájának leghíresebb áriáját, a Hazám Hazám című dalt énekelte el. Követte Szikszóváros polgármesterének, Füzeséri Józsefnek az ünnepi beszéde, aki egy Márai Sándor idézettel nyitotta szavait, miszerint magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás. Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás, mondja Márai Sándor. Különösen igaz ez nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, ami az egyik legősibb magyar ünnep. Szent István király és a keresztény magyar államalapítás emléklapja. Hogy mit gondol a nép a saját múltjáról, az ugyanannyira meghatározó, mint az, ami valójában történt. Szerencsére nekünk, magyaroknak van mire büszkéknek lennünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek bizonyították, mint ahogy Szent István egy nagyon szisztematikus és olyan rendet teremtett, amely lehetővé tette azt, hogy a magyarság fennmaradhasson. Úgy helyi szinten nekünk is egy olyan koncepciót kellett kidolgozni a mai gondolkodásmódnak megfelelően, hogy hogyan élheti túl ezt a viszonylag nehéz gazdasági világot egy város, egy település. És amiről beszéltem az ünnepi beszédben, hogy egy nagyon érdekes település vagyunk, hiszen a falutól egészen a megyeszékhelyig sikerült különböző címeket megszerezni az elmúlt évszázadban, és azt gondolom, hogy ebben egyedülállóak vagyunk az országban, és megtanulták a szikszói emberek, hogy közös összefogással, odafigyeléssel hegyeket tudtunk megmozgatni. Az ünnepi műsorban a népviseletbe öltözött szikszói harangvirágdal körvette át a színpadot, akik verses-énekes műsorral készültek, majd az Encsicsi Kuska Néptánc Együttes táncos, énekes csokrát tekinthették meg az érdeklődők. Húzza, de szép tábra húzza, jaj,
folytatásában a Party Mix Band húzta a talpalávalót, megteremtve ezzel a hangulatot az est sztár vendégeinek. Közel egy órás koncertjén kicsik és nagyok egyaránt énekelték a dalokat Judival és Zsoltival, a fergeteges hangulatú fellépés után pedig a tűzsonglőrök varázsolták el a közönséget. Ünnepi programok Szikszóváros főterén délután 6 órakor kezdődtek. A mai rendezvényen a Szikszó Tender kiállította a termékeiket, zöldségeiket, gyümölcseiket, levendulát, illetve lehetett kapni lángost, és a Szikszó Energy Kft. Pedig mindeni kilátogató vendégnek üdítő itallal kedveskedett. Nagyon sokan kilátogattak a délután 6 órától az rendezvényekre, most pedig én azt gondolom, hogy a főtér megtelt. Koronázásaként egy igazi égisóval készültek a szervezők, így közel negyed órán át élvezhették a szikszóiak az eddigi legszebb tűzi játékot. Volt a templomi koncertünk, és ott fogalmaztam meg, hogy örülök neki, hogy a templom eddig épült. Szinte egy évtizeden keresztül, hát hogyha nem egy évtizedig épül, akkor nincs ennyi barátom. És nincs ennyi barátunk, ami sokkal fontosabb. 9 évvel ezelőtt indult útjára a szikszói görögkatolikus egyházközség Abaújkapuja alapítványának kezdeményezése az azóta hagyománnyá vált görögbál. A jótékonysági rendezvényt minden évben azzal a céllal szervezték meg, hogy annak bevételével a görögkatolikus templom építését támogassák.
A templom a tavalyi év során elkészült és felszentelték, ám a munka azóta sem állt meg, hiszen még mindig akadt teendő az épület belső terében és a templom körül is. A bál az évek során a szikszói közösség állandó programjává vált, és a nemes cél mellett kiváló alkalom arra, hogy a hívek összegyűjjenek. Az est díszvendégeként idén Zicsi Eszter grófné nyitotta meg a rendezvényt, és adta át a proparókia díjakat. Én nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, hogy az ember, amikor már picit boldog is, boldogat is gondolná, és bízom benne, hogy tényleg holnap 9-kor mindenkivel talál, megjegyeztem mindenkinek az arcát. A papok, illetve a püspök, hogyha el van engedve nekünk ugye hivatalos ügyben, apusom is természetesen el van engedve. Az elmúlt egy évben elértük azt, amit szerettünk volna, és ami ezek a görög bálok hozzásegítettek bennünket, ugye a templomot szerettük volna befejezni. Azt gondolom, hogy ezek a görög bálok nagyon nagyban hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy egyrészt a templom elkészüljön, befejeződjön, tavaly ugye felszentelték, másrészt viszont egy olyan közösséget tudtunk mindig összehívni, akik bízom benne, jól érezték magukat, és azt gondolom, hogy létszámból, tehát mindig 250 fő fölött voltunk, hogy tudtunk talán valami olyan pluszt adni azonig eljöttek, ami talán a hétköznapjainkból hiányzik, az összetartásnak, a közösségnek az erejét megmutatni, és ahogy a mai úgynevezett proparókia díjak átadásán is ez megmutatkozott. Ugye hárman kapták meg ezt a díjat, és ahogyan elmondtam a köszöntőben is, hogy azért kapták ők hárman, mert a közösségnek a templom felépítéséhez, a közösségnek az egyben tartásához valójában sokszor nem is a pap kell, hanem azok a hívek, akiknek most átadtuk. Először dr. Orosz Atanász püspök atya kapta meg ezt a díjat, aki nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az anyagi forrásaink meglegyenek a befejezéshez, és utána pedig két édesanyja, nagymama, Ducsai Sándorné, aki a gyermekeit hordta a templomba, és most meg sajnos már a beteg, nagyon nehezen látó férjét kísérje minden vasárnap. És a másik pedig Olajos Ferencné Marika néni, akit ugye Szikszón sokan ismernek, hiszen a papírboltban dolgozik, és ott találkozhatnak vele. Ő a maga csöndességében, szerénységében minden vasárnap a három unokáját elhozta, és utána a liturgia után pedig rohan tovább Abaújszolnokra, hogy az édesanyját ellássa, gondoskodjon róla. Ez az egy évben ez a sok-sok változás történt, azt gondolom, hogy megérezte mindenki, aki részt vehetett a munkában, a templomépítésben, és utána aztán az ünneplésben, hogy mennyire jó együtt lenni, mennyire jó együtt dolgozni, és hogy ami a legfontos, hogy egyedül nem megy, csak közösségben megy, valósulhat meg minden, amit az ember eltervez és meg szeretne valósítani. Néha könnyebb lenne menekülni, tiszta fénybe merülni, de a jel, ami szól, de a hang, ami hív, már nem van semmit, mert éles lesz ő, hogy visszatérje, fény év dálóság. Csak hallgatom, csak bár. Nagyon zavarban voltam, hiszen mindenki tudta, hogy Tibor atya érdemli ezt a megtiszteltetést, és a templomépítésnek ő volt a motorja első pillanattól, legalábbis a falak felemelkedésének a pillanatától fogva. Az ő kedvéért fogadtam el ezt a nagy-nagy megtiszteltetést, mert láttam, hogy ő így döntött, és így szeretné, de egy olyan csapattal álltam szemben, akik példamutató módon építették ezt a templomot hosszú éveken át, és türelemről is,
meg áldozatkészségre és tanúságot tettek számomra. Ez a szikszói közösség, ez a szikszói csapat ilyen szempontból díjnyertes, és mindenképpen őket illetni ez a megtiszteltetés. Azt gondolom, amikor egy közösség valami nagyot alkot, akkor a kihívás, a feladat is összerázza őket. Itt Szikszón ez történt, és az Istenházát építeni, az különösen is nagy-nagy vállalkozás. Ez az a rendkívüli feladat, ami olyan szépen összerázta ezt a közösséget. Máshol is tapasztaltunk hasonlókat a 80-as évek óta, ahol semmiből kellett egy nagyon szép templomot fölépíteni, és közösségek jöttek létre. Emlékszem az edelényi közösség kialakulására, az encsi közösségnek a kialakulására. Szikszón ez a csoda folytatódott és ismétlődött meg. Szeretnék adni az egyházközségnek egy tárlát, Richard Jánossal közösen fogalmazunk meg, amiben Tibor atyának és családjának köszönjük meg azt, amit ezért a közösségért tett. És igazán, hogy ez a tábla ne csak neki szóljon, hanem szóljon az egész közösségnek. Szóljon a szikszóiaknak nem csak ma, hanem szóljon holnap is, és szóljon 10 év, meg 20 év múlva is, akár 50 év múlva is, hogy csak együtt sikerül, és csak példaképekkel sikerül. Régi barát, igaz, hogy hölgy, de barátnak mondhatom. Zicsi Eszter grófné volt itt nálunk. Vele együtt tanultam Németországban 2 évig az Eichstätti Egyetemen. És ott ismerkedtünk, egy nagyon jó barátság alakult ki közöttünk. Közben grófné lett a Zicsi családba ment férhez, és aztán most elfogadta a meghívásunkat, eljött, és aki itt volt, az láthatta, hogy egy nagyon érdekes, nagyon megható beszédet mondott. Ő volt a vendégünk, ő volt az, aki megnyitotta a bálunkat, illetve a díjakat átadta. Én bízom benne, hogy ez a nagy távolság Siklós és Szikszó között egy picit, ha nem is a kilométerek, de talán az imádság, meg az, ami összekapcsol bennünket, a közösség az egy picit közelebb hozza ezt a két várost egymással. 4 fajta ember van, aki túl hosszan beszél. Ebből összefügg a rossz hírem. Az egyik a teológusok. Tudják, akkor mi ülünk, és mi mondják, és már nem tudom, mi volt az eleje. Igen? A másikok a pedagógusok. Ez már nagy volt a morajlás. Jobban tudják, nem nézett ez. A harmadikok az idegenvezetők. Templomot építettük, és ilyen magas a tornya. A negyedikek a politikusok. A rossz hírem összefügg, vagy a rossz hírem az ebben összefügg. Nekem ez a 4 a végzettségem. Ebben a sorrendben! Tibor atya 2 évet tanult Németországban a Katolikus Egyetemen, Eichstättben, ahol én is tanultam akkoriban. És én nagyon jobban voltam az összes ottani orientális egyházakhoz tartozó intézetben tanuló kispapokkal, a Szlovákiából érkezőkkel, az Ukrajnából érkezőkkel, Örményországból voltak ott, Egyiptomból, ők közöttük volt Tibor atya is akkoriban, mint kispap, és ő volt az ottani foci csapatnak a vezetője, az edzője, csatára, egy személyben minden, és mivel ő licenciátuson volt, nem jelent meg a teológiai órákon, amelyiken én ott voltam, tehát a többiek ismertek engem, de ő nem. Viszont egyszer jöttem egy továbbképzésről haza, és a foci csapat beszállt Würzburgban a vonaton, nagy éjjelzésekkel, és borokkal, és kupával, és kiderült, hogy a kispapoknak a bajnokságát nyerték éppen meg, és hogy köztük van egy magyar is, sőt nem csak egy magyar, hanem a csapatkapitányuk magyar, és ő volt Moldván Tibor, akkoriban kispap, ott a vonaton ismerkedtünk meg. Próbáltuk tartani a kapcsolatot, volt, hogy több évig nem is hallottunk egymásról, de az ember imában is gondol a másikra. Én igazándiból 1 évvel ezelőttig még Németországban éltem. Ez alatt mi még, amikor otthon volt bújban, akkor meglátogattuk, de itt például Szikszón nem voltam. Viszont volt egy szikszói fiatalember, akit a figyelmembe ajánlott, és annak akkor segítettem kicsit Münchenben elhelyezkedni. Tehát próbáltunk egymásnak így is, úgy is segíteni. Megható nekem a borsodi embereknek a szeretete és a hálája, hogy
az apró dolgoknak is nagyon tudnak örülni, ami mondjuk Nyugat-Magyarországon egy kicsit másképpen érezhető. Itt Borsodban aprólékosabbak az emberek. Az aprólékosságot úgy értem, hogy részletekre is figyelnek, észreveszik jobban egymást, jobban tudják egymást kritizálni is, de jobban tudják talán egymást segíteni is. Látható ez a bálon is, azért mégiscsak egy 5-6 ezeres településen vagyunk, egy görög pap szervez egy bált, vagy egy görög közösség, és 250-en vannak itt. Ez egy fantasztikus eredmény, és nem akármilyen bálról beszélünk, mégiscsak értékes művész emberek léptek éppen föl. Itt van a járásnak az apraja nagyja. Igazán színvonalas rendezvényen vagyunk. Nagyon, nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Következő évben emellett még szeretnénk, ugye a polgármester megígérte a parkolót, én bízom benne, hogy ez az adás is mindenkinek bő egy év múlva eszébe jut, és számon kérjük mindenkit, aki ezt megígért, hogy a parkolónk készen lesz, és megígért még 1 millió forintot a közösségünknek, akár programok szervezésére, utazásokhoz. Ha igazán jó politikus akarok lenni, akkor egyetlen egy mondatot engedjetek meg nekem. Van nekem egy polgármesteri keretem, és Tibor atyával úgy beszéltem meg, hogy a mostani 1 millió forintomat, azért sokat adtunk a templomra, a közösségépítésre fogjuk fordítani, és ő fogja kitalálni, hogy hogyan legyen ez, és hát természetesen segítünk abban, hogy végre legyen parkoló, és egy kicsit még kellemesebb legyen a szentmiséken való részvétel. Gratulálok mindenkinek, és nagyon-nagyon tényleg szívemből köszönöm, hogy itt vagytok, itt vannak, gratulálok én is, nagy szeretet a díjazottaknak, és nagyon örülök, hogy ilyen példaképek állnak előttünk, azt gondolom mindenkinek, aki legyen az református, római katolikus, vagy görög katolikus, és bármilyen közösségben él, hogy fedezze fel azokat az embereket, akik a közösséget építik néha csöndben, láthatatlanul, de mégis ezt teszik. Isten éltessen mindnyájunkat! Ismét összejött Szikszóváros összes gazpickója! Megmutatni, hogy egy kicsi falunak ő a kis grafója! A nagy érdemű megérdemli, így sztár vendég is lesz ma! Úgy vélem, hogy Kozsó! Idén sem lesz meghívva! Üreti daloktól és népi muzsikától volt hangos szombaton délután a szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolától a főtérig vezető útvonal, hiszen idén is hagyományos felvonulással kezdődött a Szüreti Fesztivál. A szőlő és a boros gazdák éltetésére Szikszó 3 testvér településéről is érkeztek vendégek, hogy megcsodálják a várost és megtekinthessék a helyiek szereplésével összeállított kulturális műsorokat. Összesen annyi dolgom van, hogy itt a mai napra mindenkinek kellemes szórakozást kívánjak, a gyerekeknek eredményes és ügyes fellépés, és a végén azt mondjam, hogy Isten éltesse a szikszóiakat. Ha az ember fölveszi a kolompot, akkor ugye dolga is akad vele, minden üvé el kell menni, ahova meghívják az embert, és ahol jó szívvel várják. A születi nap pedig az egy meghatározó része volt mindig is a vidéki világnak, hiszen a betakarításnak egy vidámabb része, tehát nem csak a nehéz munkáról, hanem a
a vidámságról is szólt. Valamilyen módon az évnek a bezárása kezdődött a születtel, és hát ez természetes, hogy ha valahol abba is marad, de újra felelevenítik ezeket a kedves alkalmakat vidéki településeken. Olyan helyen is van most már, Istennek hála, születi nap, ahol évek hosszú során keresztül nem tapasztalhattuk meg. Én tudom a történetből, hogy Szikszó környékén nagyon erőteljes volt a szőlőtermelés, sőt meg kell mondjam őszintén, hogy nem is olyan igen rég én is ittam a szikszói vörösborból, kitűnő, úgyhogy én örülök annak, ha Szikszón születi nappal találkozhatom, és természetesen nekem, mint Szerencsinek, egy olyan településen élnek, ahol már Tokaj kezdődik, a tokaji borvidék kezdődik, különösen érdekes, mert minden helyen lát az ember új és addig ismeretlen eseményeket, vagy éppen olyan pillanatokat, amelyeket aztán majd saját maga is tud hasznosítani a későbbiek során. Istennek hála, az idő jó lett napközben, mert ez nagyon fontos. Látom, hogy a település gyerekei apraja nagyja fellép ezen az eseményen, ezért kim vannak a szülők is, úgyhogy nincs más dolga, mint hogy jó szórakozást kívánjak a mai napra mindenkinek. Ahogy a szület is, a munkáról és a mulatságról szól. A munkát már elvégeztük, hiszen a szőlőt szinte mindenütt leszették az emberek. A mulatság pedig ma van, azt hiszem, hogy egy nagyon hangulatos délutánnak, és este pedig egy kellemes bálnak lehetünk majd a résztvevői. Három testvérváros küldöttsége érkezett ezen az éven a szüreti mulatságra. Valdemsz képviseletében érkezett egy küldöttség, és a két lengyel testvérváros küldöttsége. Ennek a küldöttségeknek volt egy nagyon nagy érdekessége, hogy Valdemszer mint egy 25 éves a testvérvárosi szerződésünk, és ennek kapcsán a Brigitte Hörning asszonyt Szikszóért emlékéremmel tüntettük ki, és ugyanígy a lengyel testvérvárossal mint egy 15 évvel ezelőtt került megkötésre a szerződés és polgármester, aki most már nyugdíjba vonul, szintén Szikszóért emlékéremmel tüntettük ki. Közel 30-an érkeztek a küldöttség tagjai, általában kifejezetten a szüreti mulatságra és a születi bárra jönnek, és hát természetesen Magyarországon, ha a lengyelek itt vannak, akkor a környező fürdőket, termálfürdőket megkeresik. Én elmondtam polgármester uraknak, hogy ebben az évben úgy tűnik, hogy elindul Szikszón is egy termálkút fúrása, és hát remélhetőleg egy pár év múlva, amikor majd a vendégeink megérkeznek, akkor már nem kell elutazni a termálfürdőbe, hanem a szikszói termálfürdőben fogják ezen szórakozásukat kielégíteni. Erre még egy pár évet várni kell, de én azt gondolom, hogy amit egyszer megálmodunk, a Szikszón meg is szoktuk valósítani. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő díszoklevelet, nem számítottam rá, kellemes meglepetésként ért engem. Ha megyünk Budapestre, akár Balatonhoz, akár Hajdúszoboszló, mindig Szikszó esik útba. Leköszön a polgármester vagyok, nem fogok újraindulni a választáson, így búcsúzásul a mi önkormányzatunk egyhangulag elajándékozza Szikszó polgármester úrnak ezt a szép fából készített alkotást, ami nem más, mint Szikszó címere. Szikszó életében a szőlőtermesztés, a borkészítésnek egy olyan kultúrája, egy olyan hagyománya van, amit azt hiszem, hogy az elmúlt években egy icipicit háttérbe engedtük, hogy szoruljon, de azért van jó néhány szőlősgazda, aki ezt a szőlőtermelést és a borkészítés hagyományát azt kellőképpen ápolja. A szikszói borok nagyon sok versenyen megállják a helyüket, szép eredményeket, díjakat hoznak el. A fiatalokkal való megszerettetése, a borkészítés és a szőlőtermesztésnek a megszerettetése az egyik fontos eleme lehet az elkövetkezendő időszaknak, hiszen akkor van értelme egy településen a közösségek kialakulásának, ha helyben meg tudják teremteni azokat az anyagi forrásokat, amiből meg lehet élni, vagy a megélhetéshez egy kicsit könnyebbséget tud nyújtani az itt termelt bor vagy szőlő eladása.
főtéren felállított színpad körül a Bölcsbagoly Városi Könyvtár retroborozója, a szikszói kertészet zöldségei és a kézművesház szőttes és fonott portékái várták az érdeklődőket, a színpad mögötti parkolóban pedig a szüreti játékok versenyzői várakoztak a már hagyományos ügyességi vetélkedőre. Ebben az évben is megrendeztük az szüreti fesztivált, a szüreti mulatságot. Szerencsére, nagy szerencsére az idő kitartott, bár reggel úgy indultunk neki, hogy nagyon szomorkás volt az idő, de délre kisütött a nap, és mire a szüreti felvonulás 1:30-kor kezdetét vette, addigra ragyogó napsütésbe vonulhattak az idei szüreti felvonuláson résztvevők, és különlegessége volt ennek a szüreti felvonulásnak, hogy a Hell Energy Kft. Jóvoltából, az Avalon Parkból kölcsön kaptuk erre a napra a kis vonatot, és bizony a kis gyerekek, az óvodások és iskolás gyerekek, akik ott találkoztak igazából a vonattal, meglepődtek, hiszen ők nem gyalogtették meg a szüreti felvonulást, hanem ők beültek a vonatba, és a vonattal jutottak egészen föl ide a főtérre, ahol a kulturális programok kezdődtek. 14 órától színpadi produkciók voltak, mindenféle műsorokkal készültünk az idén, nagyon jó volt a hangulat, 4 órától szüreti játékok volt, ami szintén hagyomány már a szikszói szüreti fesztiválon. Azt hiszem, hogy ez a játék már olyan hagyományos, hogy nem lehetne. Reggel még azon izgultunk, hogy nehogy elmossa az eső, mert nem úgy állt a szénánk, hogy itt jó idő lesz, de hála Istennek, a Jóisten kedves volt hozzánk, és szerintem néhány órán belül, vagy néhány percen belül azért a poharakba kerül az itt kipréselt must, és a mulatság kellő hangulatot fog megélni. Az idén is 4 csapat nevezetben, az első helyezett ebben az évben az Oroszlán Szív Sport Egyesület csapata lett. Ezúttal is gratulálunk nekik a szép teljesítményhez, és pillanatokon belül a színpadon a Hold Viola élő koncerttel zárjuk az idei szüreti fesztivált, és természetesen este 8 órától, akinek jegye van, az a szüreti bálba folytatja tovább hajnalig a mulatságot, ami szintén egy mérföldkő, azt gondolom, a város életében, hiszen több mint 350 ember döntött úgy, hogy ebben az évben az inkubátorházba részt vesz, és hajnalig mulatozik a szüreti bálon. Délutáni szeles időben kissé átfagyott végtagokat a Hold Viola népdalaira táncolva mozgathatta meg a közönség, a koncert után pedig az eddig nem látott létszámot produkáló szüreti bálon vette kezdetét a hajnalig tartó mulatozás. Én lettem a mai napon kitüntetett. Én szeretném most átadni polgármester úrnak egy személyes ajándékomat. Nehéz lefordítani ezt a nevet. Ha szó szerint elmondanám, akkor azt kell mondanom, hogy kísérő járó volt. Oh,
város Szikszóval a felföldön, mint szép virág fénylik vala az völgyön. Híres vala messze földön sok helyön, sírnak vala, mint egy Jeruzsálemön. A vártnál is nagyobb volt az érdeklődés, dr. Farkas József Abaúj Vármegye Szikszó története című kétkötetes könyvsorozata iránt, hiszen a mű bemutatójára több mint 200 szikszói és Szikszóról elszármazott vendég érkezett az inkubátorház nagy termébe. A nagyszabású ünnepségen először hangzott el Szikszó himnusza, melyet a könyv szerzőjének fia, Farkas Tamás és partnere Zamatószki Florianna adott elő Vihula Mihajló gitárkíséretével. A könyv bemutatóra meghívást kapott dr. Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, aki történészként nagy örömmel fogadta a megjelenő művet, továbbá arra biztatta a jelenlévőket, hogy minél többször vegyék kezükbe a kétkötetes olvasmányt. Dr. Frisnyák Sándor szintén kiemelt vendége volt az eseménynek, beszédében a szerző munkásságát méltatta, és természetesen a város polgármestere, Füzeséri József is köszönetet mondott mindazoknak, akik a könyv megalkotásában részt vettek. Azt hiszem, hogy én is eléggé lokálpatrióta vagyok ahhoz, hogy a szakmai érveken túl rendkívül fontosnak tartsam, hogy egy ilyen könyv elkészülhetett. És végignézve ezen a termen, ahol látom, hogy ilyen sokan jöttek el erre rendezvényre, azt tudom mondani, hogy van remény, mert ha a múlt, a saját városunk, közösségünk múltja iránt ekkora érdeklődés van, akkor azt hiszem, hogy érdemes ebben az országban dolgozni. Én azt hiszem, hogy erősíti az összetartozás meg az identitás érzését. Az embernek sokfajta identitása van, van családi, tartozik egy családhoz, egy városhoz, vagy egy faluhoz, egy országhoz, Európához, vagy bármilyen más közösséghez, és egy ilyen munka, amit Farkas József tanár úr megírt, azt hiszem, hogy ezt a közösségérzést erősíteni, ez az egyik. Másik pedig, én azt hiszem, hogy a lokálpatriotizmus erősítheti az, hogy a saját településünk történetét valaki megírja, és ezt feldolgozza, és azért itt lehetett látni, nagyon komoly, gyakorlatilag majd 20 éves munkának az eredményét látjuk. Nagyon érdekes, hogy a szerző nem történész, halbiológus eredetileg, de mint halbiológus természetesen ismeri a tudományosság kritériumait, tehát hogy kell egy tudományos műnek nem csak megszületni, hanem formailag, tartalmilag kinézni. Egy, ahogy saját magát nevezi a könyv elején, egy amatőr történész, egy lelkes történész, és nagyon sok történésznek a becsületére válna az a szorgalom, az az anyagmennyiség, és egyáltalán az a munka, ami megszületett itt a Szikszó monográfia kapcsán. Minden család megtalálhatja akár a saját múltját is egy kicsit benne, hiszen nem csak politikatörténeti fejezetek vannak, hanem kultúrtörténeti, egyháztörténeti oktatással foglalkozó fejezet. Én azt hiszem, hogy így teljesebbé vált a város, hogy a saját története most már papíron írott formában is olvasható. Gyakorlatilag az ős történettől, az őskortól kezdve 1990-ig kaphatunk a város történetéről úgy egy teljes képet, hogy azért jóval túlmutat Szikszón, és egy kicsit talán Abaúj, vagy éppen Borsod-Abaúj Zemplén, tehát így együtt a mai megye, és a mai határon túli, ugye Kassa volt Abaújnak a középpontja, is kitekint ezekre a területekre, tehát túlmutat egy kicsit önmagán, és egy nagyobb összefüggésbe, kontextusba helyezi Szikszóváros történetét és jelentőségét. Önmagában a művetségnek a gyarapítása és a tudásszerzés az mindenképpen egy elsődleges célja lehet egy ilyen munkának, mint hogy magának az oktatásnak, és azon belül a történelem oktatásnak is. Másfelől, ahogy említettem az elején, hogy erősítheti az identitástudatot a könyv, én azt remélem, vagy azt remélte nyilván a szerző és polgármester úr is, aki hozzájárult a könyv kiadásához, hogy kevéssé gondolják úgy a fiatalok, hogy el kellene innét menni.
hogy jó város Szikszó, szép ez a megye, meg van a gazdag történelmi múltja, kultúrája, szép a fekvése, semmi nem indokolja, más úgy se jobb. Gyakran tapasztalni, hogy a vidéki fiatalok a fővárost választják, vagy éppen a külföldet, én azt gondolom, hogy nem éri meg. Sokkal jobb itthon lenni. Én köszönöm polgármester úrnak, mert azért azt higgyék el, hogy minden városban nem gondolják fontosnak, hogy ilyen holmi öncélú dologra pénzt fordítsanak. Nem is biztos, hogy pénzt hoz, nem térül meg az a befektetés, amit egy ilyen könyvre fordítanak, csak hogy az értéket meg a megtérülés nem lehet mindig csak pénzben kifejezni. Ez jóval túlmutat annál, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ennek a kötetnek a kiadására lehetőséget biztosított. Mit szól hozzá, hogy egy ilyen nagyszabású kötet jelent meg Szikszóta? Hát ez már kellett szerintem, mert azért kis-kisváros vagyunk, de ez olyan, hogy kicsit kihúzhatja magát az ember, hogy ilyen is van Szikszón. Én nagyon örülök neki, mert én népművelő vagyok, tehát én magam is kutattam, és a képanyagomban többek között itt van, pont az édesanyám van benne, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Ez már egy nagyon régi óhaja volt tulajdonképpen a településnek, és én úgy gondolom, hogy előtte pont mondtam a szomszédasszonyomnak, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra valóban, hogy közösséget formáljon, és valóban így van, hogy olyan embereket is látok itt ma, akik különben ilyen rendezvényekre nem szoktak jönni. Tehát valahol az a legbelső hang, az a lokálpatriotizmus, az működik ilyenkor. Én hiszem azt, hogy ma ez egy ünnep. Helyettes államtitkár asszonnyal is, és a sajtótájékoztatón is, amikor beszéltem, akkor elmondtam, hogy polgármesterségemnek az egyik legfontosabb napja ennek a könyvnek a megjelenése, hiszen nagyon régóta várunk erre a műre. Azt hiszem, hogy a szerző el tudja mondani, hogy hosszú-hosszú éveknek a munkája, és amikor végre ez a könyv megjelenik, ez én azt hiszem, hogy a város történetének egy felemelő pillanata. Szikszóiak mindig is nagy figyelemmel kísérték a település életét, a település múltját, és hát természetesen a település jövője is fontos számunkra, de azt hiszem, hogy jövőt nem tudunk építeni a múlt ismerete nélkül. Ez a könyv egy hosszú-hosszú évek óta várt kiadvány, elég becsületesre sikeredett 800 oldal. Egy nagyon szép összeállítás, nem győzöm elégszer megköszönni dr. Farkas Józsefnek, aki mintegy 18-20 évet az életéből ennek a könyvnek az összegyűjtésére szentelt. Maga az ötlet, az nem tőlem származik, annak idején az előző polgármester Panyik József volt az, aki dr. Farkas Józsefet felkérte ennek a könyvnek a megírására, de azt gondolom, hogy én is nagyon büszke vagyok, hogy az én időmben sikerült ezt a könyvet végre kiadni. A szikszóiak pedig azért forgatják nagy-nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel szerintem, mert benne vannak azok az üzenetek, hogy hogyan lehet jövőt építeni, hogyan lehet az elmúlt dolgainkból tanulni, erőt meríteni, és hát ez mindenféleképpen fontos számunkra. A település lakói úgy hiszem, hogy büszkék a történelmükre, erőt merítenek ebből, és hát ahogy ma Szikszót ismerjük, azt látjuk, hogy ez a település szépen fejlődik, megvannak az eredményeink, büszkék vagyunk rá, és hát ebben az országban nagyon sokan néznek fel a szikszóiakra, hogy honnan, hova tudtunk eljutni. A könyv is körülbelül ezt mutatja, hogy az évszázadok során a szikszóiak hányszor tudtak felállni, hányszor tudták újrakezdeni az életüket, és hogy milyen szép eredményeket tudtak elérni. Kívánom mindenkinek, hogy ezt a könyvet olyan szeretettel forgassa, milyen szeretettel ez a könyv készült. Egy nagyon fontos üzenete van ennek a könyvnek. Akkor, amikor elolvassa az ember, akkor azt látja, hogy az évszázadok nehézségei kapcsán a szikszói emberek a leglehetetlenebb helyzetből is fel tudtak állni. Össze tudtak fogni, újra tudták az életüket szervezni, és megmutatták, hogy a szikszóiak nem hagyják magukat. Ez egy történelmi üzenet számunkra, hogy igenis ma abban a helyzetben vagyunk, hogy össze tudunk fogni, tudjuk egymást segíteni,
és remélhetőleg az elkövetkezendő években Szikszóról még nagyon sokat fognak hallani ebben az országban, és hát természetesen nem negatív híreket, hanem elsősorban azt, hogy ez egy nagyon szépen fejlődő kisváros, amely ismeri a történelmét, és a történelmére építve egy nagyon szép és tisztességes jövőt tud építeni a gyermekeinek, az unokáinak. Külön szeretném megköszönni még egyszer dr. Farkas Józsefnek, aki ezt a könyvet megírta, mindazoknak, akik segítettek ennek a műnek az elkészítésében, a folyamatnak a gondozásában. Kiemelném Mező István képviselő urat, aki annak idején beszállt, amikor már megállt a műnek az elkészítése. Ő is sokat segített, hogy végre eljussunk arra a pillanatra, amikor átadásra kerülhet a könyv, és hát külön a két lektornak, Dobos Sándornénak és dr. Fehér Andrásnénak, akik az egészet áttekintették, és én remélem, hogy minimális kevés hibával, mindig van egy-kettő nyomdai hiba, mindenki beletette a szívét, a lelkét, kérem a szikszóiakat, hogy olvassák nagy szeretettel, forgassák minél többször, és ajándékozzák meg vele ismerőseiket, barátaikat. A könyvet jelenleg a polgármesteri hivatal titkárságán lehet megvásárolni, telefonon meg lehet rendelni, és az ország bármely területére utánvétellel is tudjuk küldeni. Tudományos ismeretterjesztő könyvet írtam, ami talán a tudósok számára és a történészek számára is, tőlem a halbiológustól mond valamit, de én nagyon-nagyon remélem, hogy valóban, ahogy tetszett említeni, a legkisebb iskolástól kezdve a szikszói felnőttekig is találhatnak benne esetleg majd olyan dolgokat, amiről még nem tudtak. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek. Tehát nagyon sokan voltak olyan, akik nem most szikszói, nem, most éppen nem szikszói lakosok, de Szikszón éltek valamikor, ők is eljöttek, meg aki egyáltalán közreműködtek a könyvnek a létrehozásában. Olyanok is voltak, akiket most láttam először, de tisztelet példányt is adtam, mert hogy anyagot küldött. Az az üzenete, hogy ismerjük meg a múltunkat. Ismerjük meg, és hogyha megismertük a múltunkat, akkor megértjük azt, hogy miért van az, hogy Szikszón most éppen ezen a helyen van, ahol van. Miért nem nagyobb, miért nem kisebb, miért nem szebb, miért nem csúnyább. És én ezt akartam üzenni mindenkinek. Kicsinek, nagynak, fiatalnak, öregnek, aki elolvassa a könyvet mindenkinek. Én ajánlom mindenkinek, talán még mondtam is egy töredéket arról, hogy az idősebbek viszonylag ismerik Szikszó történetét, de csak egy-egy mozaikot belőle. Tudják, hogy volt itt egy ilyen csata, olyan csata, tudják, hogy voltunk valamikor megyeszékhely, de összefüggésében nem látják a történeteket. A fiatalokat attól tartok, hogy ennyit se tudnak. Tehát elnézést, nem akarok senkit megsérteni, de én náluk arra számítok, hogy valóban megértsék azt, hogy mi történt itt ebben a városban az elmúlt jó néhány száz év alatt, és ennek a következményeképpen vagyunk olyanok, amilyenek. Hogy az a nép, amely nem érti, vagy nem ismeri a múltját, annak nincs jelene, és nem is valószínű, hogy jövője lesz. Én azt hiszem, hogy ebben igaza volt a szerzőnek is, hogy hivatkozott Pilszuckira, és azt gondolom, hogy így is van. Új munkán nem dolgozom, majd meglátom. Én megmondom őszintén, én szívesen látnám, ha Abaúj vármegye történetét is valaki megírná, mert azt valahogy nagyon elfeledjük. Nem vagyunk borsodiak. Itt hallom a szikszóiaktól, hogy borsodiak. Nem, nem és nem. Nem vagyunk borsodiak, abaújak vagyunk. Azok is voltunk mindig. Az utolsó 60 évben úgy alakultak a dolgok, hogy azt is mondhatjuk, hogy borsodiak vagyunk, de igazából ez a nagyon-nagyon közel múlt. A távol múltban több száz évig mi abaúj voltunk. Én ismerek olyan fiatalokat is egyébként, akik szerintem hivatottak arra, hogy megcsinálják, mert nem biztos, hogy nekem újabb 15 éven van arra, hogy ezt megcsináljam. De is ismerek fiatalokat. Ismerek fiatalokat, hadd ne mondjak most neveket, majd ők úgy is tudják, hogy ezt a riportot látni fogják, hogy rájuk gondoltam. Kezdjék el és csinálják. Elveszének azt örök tábor helyén, és hajolt urasson módon környékén, ezer és száz leszök riadal helyén. Te bizonyal a színű már elhiggyel, hogy felfelül a Szikszónak mezeje,
Mivel édesapámnak a könyvbemutatójáról van szó, ez egy nagyon nagy felelősség is volt, hogy ezt színvonalasan elő tudjuk adni, és természetesen, mint zeneileg is, próbáljunk olyan színt vinni a műsorba, és ebben a gyönyörű szép himnuszban meg tudjunk jeleníteni egy tényleg egy minőség és szép himnuszt. Ugye ez egy konkrétan egy ballada tudomásom szerint. Hál' Istennek, hogy jól sikerült. Abszolút egy megtisztelő érzés volt, hogy erre apu gondolt, és felkért minket, hogy duettbe, illetve hárman gitár kíséret keretében ezt előadjuk. Úgy gondoltuk, hogy egy kis vidámságot is viszünk a műsorba, és kezdtük egy kicsit komolyabban. Tehát filmzene Vangelis, ha említhetem, illetve egy gyönyörű szép Traviata opera részletet énekeltünk, majd utána próbáltuk úgy alakítani a műsortervet, hogy egy kis vidámságot, mosolyt csaljunk az emberek arcára és a szívébe, és úgy tűnik, hogy sikerült. Tizedik éve nyitja meg kapuit Szikszón a Magyarhegyi Borokházába a Mikulás Birodalma, a Mikuláslak. Ebben az évben, december 4-én, kedden nyitottuk meg a kaput, és egészen pénteken este 19 óráig várjuk ide előzetesen bejelentkezett gyerekeket. Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben közel 600 gyerek regisztrált be, és közel ugyanennyi felnőtt kísérő is, hiszen a műsort, amit adnak a mesehősök, nagyon szívesen fogadják a felnőttek is. Az idei évben a gyerekeknek külön számmal készültek a mesehősök, megérkezett ebben az évben a rendezvényünkre Szörnyel, La de France, Pongo és Jasper. Természetesen ugye a kiskutyát szeretné Szörnyellel kapni, és egy nagyon szép pettyes bundát szeretne magának, de hát a Mikulás, illetve az újabb mesehősök, Elsa hercegnő és Olaf is megérkezik, akik megölelik és jóvá változtatják Szörnyellát, és így a kiskutya megmenekül. Természetesen ez csak játék, de nagyon élvezik a gyerekek és szülők is egyaránt, úgyhogy igazán egy nagyon jó hangulatú Mikulás Birodalom várja az ide látogató gyerekeket. Segítség, el akar kapni a bundámat, akarja, segítség, segítség! Mi ez az ordibálás? A nyomomban van ez a lényben is, meg akar nyúzni! Szervusz, Szörnyella! Hát, sziasztok! De várjam! Hát ez a sok kis vakarcs, ez mind csupasz! Nincs szőrük! Neked sincs szőröd! Neked sincs? Hát de hogy lett, hogy mind bundám? Jasper! Nem tudok jobban haladni! Jövök! Hol voltál eddig? Fedegettem kegyed bundáit! Onnan jövök egészen! Itt van, nem kell egyik sem. Pedig én megtaláltam. Gucci. Nem? Jó. Armani. Ja, nem. Tök jól néz ki pedig. Nem. Nem érdekel? Nem? Jó. Dolce. Ki vele? Prada. Az ördög Pradát viselne, próbálja fel? Nem. Ócskarongy mind. Újat akarok. Fehérek, pöttyöset! Hol van ez az átkozott kutya?
Hát az úgy volt, hogy én kerestem egyébként ott, ahogy így jöttem, kerestem fönt, kerestem lent, kerestem jobbra, kerestem balra, kerestem elől, aztán meg hátul, Szikszón innerencsen túl, bárhol, ahol nagyságod megfordul, nincsen sehol semmi, ennyi volt, felmondok. Te szerencsétlen. Akkor talán keresd tovább! Mi lenne, ha ilyen pöttyöket festenik? Keresd tovább! Mert tudjátok, mindig ezt játssza egyébként velem, hogy keresd tovább, én végzem a piszkos munkát, semmi pénz, ő meg csak így áll és szipkázik. Nagyságos asszony. Tulajdonképpen a Mikulással találkoznak a gyerekek, először is a kapuba két krampusz várja az ideérkező csoportokat, majd ők bekísérik a Mikuláshoz, ott verselnek, énekelnek, majd a Mikulástól megkapják az ajándékokat, és utána interaktív mesejáték formájában érkeznek az idén a mesehősök, Szörnyelle, a Jasper, illetve a két segítője, a két Manu, illetve a két krampusz. A gyerekeket bevonjuk a játékba, és a végén pedig közösen egy tánccal zárjuk le a kinti rendezvényt. Hogy miért mondom ezt? Hiszen két része van a Mikuláslaki programnak. Az első része az ajándékozás, a program kint, majd közös fotót készítünk a gyerekekkel a Mikuláslak előtt, a mesehősökkel, majd a gyerekek forró teját, a felnőttek forralt bort kapnak, és a következő program pedig már az bent az épületben folytatódik, ahol a Mikuláslak keretén belül egy karácsonyi kézműves foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, ahol különböző karácsonyi asztaldíszeket, illetve gyümölcsöket díszíthetnek, és ezeket a saját kézzel készített dolgokat is hazavihetik majd, és otthon díszíthetik a lakásukat. Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt, adtunk a szépet, mert ír a hajban break, ez volt a lényeg, még most sem értem, és jött az este, egy videó diszkóban partner keresve, a bifestben, adtunk a szépet, hogy mi történt velünk, azt még most sem értem. Lica, hogy tetszett a műsorban? Egész jó volt. Az volt a legjobb, amikor megijedt a kutyus, amikor futott, az nagyon vicces volt. Feled jobban tetszett az, amikor ébarás megy. És még a Mikulás is jó volt. Mi volt a legjobb a Mikulásban? Amikor odaadta a csomagot. Hát egy csomagot kaptam. És azon rajta van a Mikulás, de nem tudom, hogy mi van benne, mert annyira sok dolog van rajta benne, hogy na. És ráadásul leesett róla a masni. Sok munkával csináltam, és még szárnyakat is csináltam. Én csináltam meg medvenarancsot. Medvenarancs, hű. Itt a két szeme, csillag, csillag, farok, láb-láb. Nem először vagy itt, ugye második alkalommal? Másodszor, igen. Mert először még csak ovis voltam, ahogy Luca is, és hát úgy jöttünk el. Igen, csak akkor nagyobb buszba voltunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták a Szikszó TV 2019. évi első heti híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szikszó TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel várjuk Önöket a viszontlátásra!